Elviselhető együttélés. Mint tudjuk, az elsárkányosodás lényege, hogy mindenképpen végbe megy a leírt fokozatokban. Különbség csak az oxidáció mértékében van. Az aranysárkányból ezüst sárkány és annak eloxidált változata lesz, ha nincs gyermek. Ha van gyermek, réz vagy vas sárkány keletkezik, kevésbé vagy jobban eloxidált formában. A feladat az, hogy a fémet eredeti, legtökéletesebb színében megőrizzük vagy visszanyerjük. A réss sárkány tehát úgy csillogjon, hogy szinte aranynak látszódjon. Az ezüst sárkány fénylő legyen, mint az arany. A vas sárkány olyan acélos színű, kicsiszolt legyen, mint a legjobban csillogó ezüst. A háztartásban a szidolt a fémek tisztítására használják. Módszereim a szidolt helyettesítik. A sárkányokat is lehet szidolozni, de nem szabad tudománytalan módon a fejeket csökkenteni vagy visszanyomkodni. Ilyen primitív módszerek alkalmazásakor működésbe lép a fej megmaradás törvénye. A kifejlődött fej máshol ugrik ki, úgy például, mintha a Nyuszi léggömbfüleit nyomkodnánk. A kifejlődést kell megakadályozni, vagy a már kifejlődött fejet kell kezelni. Hogyan? Ezt néhány történettel igyekszem érzékeltetni. Módszereink alkalmazásában legyünk egyértelműek. Bementem egy kertészeti boltba kapanyelet venni. Rossz kedvű, valószínűleg sárkány elnyomatás alatt szenvedő, búzs eladó fogadott. Kapanyelet szeretnék venni, mondtam. Ott vannak a sarokban, válaszolt a méla undorra. Keresgéltem a nyelek között. És egy idő múlva rájöttem, hogy egyáltalán nincs közöttük kapanyél. Óvatosan elmondtam felfedezésemet az eladónak. Ezek mind álsó nyelek. Hogorva barátunk rávágta, ne a nyeleket kritizálja, inkább bajja be őszintén, nem akar dolgozni. Ne legyünk megalkuvók. Kislányom barátnőjének régóta tartoztam egy süteményel. A játszótéren apró kérésemet teljesítette, és megígértem neki a jutalmat a ház melletti cukrászdából. A szukrázdában kérdeztem a kislányt, tortát vagy minyont kérsz? Rövid töprengés után így felelt, először tortát. Ne alkudjunk meg, ha a sárkányosodást megelőző módszerek közül kell választanunk. Bátran alkalmazzuk a mindent vagy mindent elvet. Ne legyünk kegyetlenek. Híres fővárosi kávéház pincére voltam. Szombat és vasárnap délután a kávéházat ellepték a már hétfejű sárkányságból is kiöregedett papírmasé sárkányok, mint a varjak a szántóföldeket. Rúcságuknál csak pincérgyötrő magatartásuk volt borzalmasabb. A pincérek maguk között egyszerűen csak húsdarálónak hívták a felszolgálást. Egyik gyakran visszatérő hölgy vendég minden alkalmat megragadott a pincére kínzására. Neki soha nem volt elég buborékos a szóda. Vagy ha buborékos volt, nem volt elég nagy a buborék. Nem volt elég hideg az üdítő, elég meleg a kávé, elég gyors a kiszolgálás. Egyszer szokása szerint magához szólított, s hangosan azt mondta, fiatal ember, már megint hideg kávét hoztak, vigye vissza, hozzon forró kávét, vagy panaszt teszek. Betelt a pohár, hiszen mindig mindenből a legtökéletesebbet kapta, és most is csak kifogást keresett. A konyhában felgőzöltettem a kávét, és amíg az ételmen keresztül a kávéházba értem, a csészefülét gázon gyújtóval fehér ízlásig hevítettem. A sárkányfajzat megfogta a csészefülét, melyre hüvely kis mutató ujja szinte ráragadt. Szörnyű rikácsolására udvariasan válaszoltam. Asszonyom, mi a baj, hiszen forró kávét kért? Ilyen meggondolatlanságtól mindenki tolvok. Kegyetlenség az elsárkányosodást visszafejlesztő módszerekbe nem keveredhet. Tilos, de leginkább is értelmetlen feleségünket kegyetlenül szidolozni. Alkalmazzunk nehezen kiismerhető szisztémát, mint amilyen a következő példa. Ha egy szállodában nyolc napig tartózkodunk, Hét ebédet és hét vacsorát fogunk elfogyasztani. Minden alkalommal 8-10 százalék körüli borra valót számolhatunk. Az összeget összeadjuk és elosztjuk három részre, vagyis a 14 adag borra valót harmadoljuk. Ez már jelentős feltűnés keltő összegnek számít. Az első étkezésnél kiosztjuk az így kialakított borravaló való harmadát. Ezzel tekintélyt szerzünk a személyzet. A második alkalommal kiosztjuk a borra való második harmadát, és kitűnő kiszolgálást kapunk. A személyzet már bizonyos benne, hogy igen jó vendéggel van dolga. A harmadik alkalommal várhatóan extra kiszolgálásban lesz részünk, de nem adunk egy filét sem. A személyzet megdöbbenve gondolkodik, vajon mit csinált rosszul. A negyedik alkalommal még inkább igyekeznek, s ekkor odaadjuk a borra való utolsó harmadát. Ettől kezdve szupermódon szolgálnak ki, bár ezután egy fillér borravalót sem kapnak. A személyzet csak magában keresi a hibát. Lényeges, hogy ugyanazok a pincének dolgozzanak mind a nyolc napon. Ez nem túl gyakori, viszont az elsárkányosodás elleni harcban jól alkalmazható az elv, mert a feleség állandó. Az eddigiekben még nem említett módszerek először a fokozatok tompításához kellenek. Ezután használhatók a korábbiak, amelyek az elsárkányosodás kezdeti stádiumában alkalmazhatók. Lássuk a módszereket. A csoporthatás kihasználása. Azoknak fontos, akik totális diktatúrában élnek. A módszer lényege. Az elsárkányosodott nő nem meri igazán kimutatni, hogy már átvette a családfői szerepet. Ezért, ha olyan baráti, családi kör jön össze, amely előtt a feleség nem akarja a kialakult helyzetet egyértelműen feltárni, jól lehet olyan döntést hozatni, amelyet négy szem közt nem tudnánk keresztül vinni. Az persze nem megoldás, ha csupán egy barát előtt az ő közreműködésével akarunk kedvező döntést hozatni. E megoldás eleve kudarcsal jár. A kedvező döntéshez egy másik, az elsárkányosodás valamely stádiumában lehetőleg kifejlettebb állapotában lévő nőnek kell jelen lennie. Legalább egynek, de lehetőleg többnek, akik a javaslattal egyet értenek. Ha néhányszor a sárkány akarata ellenére sikerült valamit elérni, jöhetnek a finomabb módszerek, mint például a beetetés. Beetetés. Ez volt a képpen biológiai példa, amit a horgászok jól ismernek. Hogy jobban kapjanak a halak, a horgász helyen rendszeresen élelmet szornak nekik. Hogyan lesz ebből módszer az elsárkányosodás elleni küzdelemben? Technikája a következő. Óvatosan meg kell említeni azokat a gondolatokat, amelyekre azt akarjuk, hogy a hal, vagyis az elsárkányosodott feleség ráharapjon. A betetés taktikája valójában a hozzászoktatás. Ha például foci meccsre szeretnénk menni, ami rossz időpontban van, ráadásul a televízió is közvetíti, ne várjunk beleegyezést. Ezért mondogassuk, a nagy Jóska kimegy a meccsre, ez a meccs rendkívül fontos. Ezek az érvek máskor is elhangzottak, de a feleséget lassan felkészítik a végső bejelentésre. Elmegyek a barátaimmal a meccsre. A hosszú előkészítés után el is kell menni. Semmilyen trükk esetén sem szabad maradni. A beltetés taktikája jól összekapcsolható a javaslatkéréssel. A módszer nem alkalmazható megoldásként, de időszakos bevetése jó lehet, hogy elkezdjük a fémek eredeti színének visszanyerését. A javaslatkérés a beültetés taktikájával együtt oldhatja az elnyújtást. Miből áll ez a módszer? Lényege, hogy óvatos, puhatulózó formában szondázzuk meg a feleség véleményét elképzelésünkről. A házastársak véleménye sokszor egyezik. Ilyenkor rácsapunk a számunkra is kedvező megállapításra. Később unalomig ismételjük, hányszor fogadtuk el az ő álláspontját. Ha ellent mond, legyünk határozottak, hivatkozunk arra, hogy az esetek többségében mi engedtünk. Soha nem késő az elsárkányosodás elleni harcban az anyagi függetlenség megteremtésének megkezdése. Soha nem késő, hogy a házi munkában visszakozzunk, különösen a férfiatlan területekről. Bár csak kulturált kérésre, segítő jelleggel végezzünk házi munkát. Ugráskésleltetés, spatspring. Alkalmazható a parancs késleltetésének vagy megtagadásának a módszere is. Az elsárkányosodásban élő férj úgy tesz, mintha nem hallaná a parancsokat, és ehhez fokozatosan hozzászoktatja elsárkányosodott feleségét. A szoktatás idején vannak veszélyei, ezért nem árt eleinte füldugóval csinálni. A sokat beszélő sárkány ellen hatásos a fülbecsukás taktikája, és most már füldugó nélkül. Jót mondás, kiegészítő fegyver. A feleségnek jót mindig minden körülmények között mindenféle probléma nélkül mondhatunk. A nőknek és az ilyen alapon elsárkányosodott feleségeknek, a jó az gátlás nélkül mondható. A nőknek a legelftelenebb, legátlátszóbb dicséretekkel szemben sincs kontrolljuk. Nyugodtan dicsérhetjük ruhájukat, főztjüket, de legfőképpen okosságukat, intelligenciájukat.